Merre tovább szabolcsi alma? Egyre kevesebb az alma termőterület Magyarországon, az elmúlt 15 évben 40 ezer hektárról 25 ezerre csökkent. Fejlesztések Vásárosnaményban. Közel 250 millió forintból két csoport és egy logopédiai szobával, illetve tornateremmel és egy orvosi helyiséggel is bővül a hét színvirágú voda. Közös akció, megkezdődött a felkészülés az ünnepi forgalomra a román-magyar határon. Idén Európában a megszokottnál 30%-kal kevesebb alma termett, a fagykárok azonban a hazai termést nem tizedelték meg. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Egyre kevesebb azonban az alma termő terület Magyarországon. Az elmúlt 15 évben 40 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent. Az érdekvédelmi szervezetnél attól tartanak, hogy ha a tendencia folytatódik, akkor alma importra szorulhat a hazai piac. Erről Újfehértón tanácskoztak az érintettek. Jó évet zártak a magyar gazdák. Idén a tavaszi fagykár megkímélte a hazai alma ültetvényeket. Az elmúlt 5 év átlagához képest 30%-kal kevesebb alma termett Európában, a magyar gazdák azonban tudták hozni a tavalyi termés átlagot. Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább a termőterület csökkenése jelentett problémát. Az a tendencia, ami 10-15 évvel ezelőtt megindult a magyar alma ültetvényekben, az tovább folytatódik. 2001-ben még 40 ezer hektár alma ültetvény volt Magyarországon, 2017-ben a felmérések alapján már csak 25 ezer hektár alma ültetvény van, és hogyha ezt a trendvonalat meghosszabbítjuk, az azt jelenti, hogy 10-15 év múlva olyan kritikus szint alá csökkenhet a magyar, és ebben beleértve ugye a szabolcsi alma termesztést, hogy akár csak import almára hagyatkozunk majd a saját piacaink ellátásában. A szakemberek szerint ennek egyik oka, hogy nehezen tudja felvenni a versenyt a magyar gazda a külföldi, szövetkezetekbe tömörült termelőkkel szemben. Így nehéz bekerülni az áruházláncok polcaira, de a tőkeszegénység is rontja a helyzetet. A gazdákat a kormányzat is segíteni a jövőben támogatással és termelői együttműködések ösztönzésével is. Olyan új termeléshez kötött támogatási formákat kapnak az almatermelők is, amelyek hektáronként attól függően, hogy intenzív vagy nem intenzív ültetvény, de reményeink szerint akár 120 ezer egy intenzív ültetvény esetében, vagy 70 néhány ezer forint pedig egy tradicionális ültetvény esetében pluszban járul hozzá a termelés biztonságához, és ne feledkezzünk meg arról, hogy jelenleg is zajlik a vidékfejlesztési program kertészetet érintő pályázatainak elbírálása, legyen szó ültetvénytelepítésről, kertészeti gépről vagy hűtőház létesítéséről. Soha korábban nem látott mértékben áll forrás rendelkezésre a gyümölcságazat technológiai fejlesztéséhez forrás. A termelők szerint nehéz a piacon érvényesülni, az idei jó termés ellenére olcsón tudták csak eladni a gyümölcsöt. További probléma, hogy a támogatást azok is felveszik, akik csak papíron termelnek. Vannak olyan elhanyagolt ültetvények, amelyek még mindig támogatás alatt vannak, és én nagyon sokat mértem, nagyon sok földet mértem, annak idején az AKG előtt, mikor beindult, illetve szaktanácsadóként is látom, hogy még mindig olyan, vannak olyan területek, amelyeket nem kellene támogatni, mert ez elveszi a pénzt, az intenzív. Ugye a legnagyobb probléma a pénzforrás, és hogy egy új ültetvénynek a telepítési költsége akár 10 millió forintot is meghaladhatja, egy egyetemi égháló esőfólia, és elveszi a pénzt ezek a régi ültetvények, és nem csak régi ültetvények, hanem nagy térás ültetvények, gondozatlan ültetvények elveszik a pénzt ezektől az ültetvényektől. A felmérések növekedést mutatnak a hazai almafogyasztásban. Jelenleg 12-15 kg között van az éves átlag személyenként. Ezt a gyümölcs népszerűsítésére indított kampányok is segítik, és bíznak abban, hogy sikerül legalább 20 kg-ra emelni. Elkezdődött a közel 250 millió forintos óvodafejlesztési projekt Vásárosnaményban. Ennek köszönhetően két csoport és egy logopédiai szobával, illetve tornateremmel és egy orvosi helyiséggel is bővül a vásárosnaményi hét színvirág óvoda. A településen nagy az igény a beruházásra, jelenleg is 15 gyermek várakozik férőhelyre. Adventi műsorral egybe kötött projektnyitót szerveztek szerdán Vásárosnaményban. A színpadon a legkisebbek is bemutatkoztak. A település új beruházása is a gyermekeket érinti, a jövőben ugyanis bővítik a vásárosnaményi hét színvirág óvodát. A településen már elkezdődött az óvodafejlesztési projekt.
Közbeszerzésnél járunk, és reményeim szerint a közel 250 millió forintos projekt, amelyből két csoportszobával, logopédiai szobával, tornaszobával és orvosi szobával bővül majd a hétszínvirág óvodánk, mindenképpen elnyeri a gyermekeink tetszését. Tudjuk azt, hogy a csoport létszámaink most a törvény által megengedett módon növelve lettek, tehát növelésre kerültek, visszaállnak ezáltal a jövőben a csoportszobák megépülése után az ideális létszámok. Vásáros Namény és környéke a halmozottan hátrányos helyzetű térségek közé tartozik. Pár évvel ezelőtt már építettek egy bölcsődét a településen. Azóta már várólista is van az intézményben. 15-16 gyermek is vár a bejutásra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy megmertük lépni 2013-mal a polgármesterek támogatásával a Beregi Többszélú Kistérségi Önkormányzati Társulás polgármestereivel a bölcsődefejlesztést ezen projektnek az első verziója kapcsán, és jelenleg a bölcsődékben maximális a létszámkihasználás, csak 26 pici bölcsődésünk van, 5 kisgyermekgondozóval, dajkával, és egy olyan épületet sikerült megépíteni, ami megfelel a mai igényeknek, egy korszerű bölcsődénk van. A településen számos beruházás valósul meg a közeljövőben topos forrásból. Fejlesztik az ipari területet és a kerékpárút hálózatot is bővítik. Vásáros Naményban két paktumot is kötöttek. A jövőben növelik a képzett munkaerő létszámát, illetve foglalkozás bővítő és munkahelyteremtő terveik is vannak a településnek, de a munkabérek finanszírozására is próbálnak lehetőséget nyújtani. A Bereg szívének a turisztika a kitörési pontja, véli a polgármester. Jelenleg egy 160 millió forintos tiszaparti fejlesztés van folyamatban. Ennek részeként már kialakították a lapátos pihenőhelyet, valamint az önkormányzat megvásárolt egy 300 négyzetméteres ingatlant. Itt egy 21. századi igényeknek megfelelő vizes blokkot alakítanak ki, kajakos megállóval, kerékpáros kölcsönzési lehetőséggel és ingyenes wifi ponttal. Megkezdődött a felkészülés az ünnepi forgalomra a román-magyar határon. A gyakran használt tranzit útvonalakat közös közlekedési ellenőrzésekkel próbálják biztonságossá tenni. Az ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a forgalomból azokat a járművezetőket, akik mások életét kockáztatva közlekednek. A magyar és a román rendőrség között 2013 óta létezik egy együttműködési megállapodás, amelyet a két belügyminiszter egyetértésével kötött a két ország rendőrsége. Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy a magyar-román, román-magyar határ mentén fekvő romániai és magyarországi főkapitányságok egymással szoros együttműködésben a határtérségben közös közlekedési rendészeti ellenőrzéseket tartanak. Kifejezetten abból a célból, hogy se román, se magyar polgárt ne érjen közlekedési baleset. Ennek a megállapodásnak a kiterjesztése történt most meg tulajdonképpen. Arról állapodtunk meg, hogy nem csak itt a határ térségében, hanem így a karácsonyi ünnepek előtt azokon a tranzit útvonalakon, amelyeket magyar és román gépkocsi vezetők egyaránt igénybe vesznek, összehangolt ellenőrzéseket fogunk tartani, kifejezetten azért, hogy a karácsony az Romániában és Magyarországon is minden család számára egy békés, boldog ünnep legyen, ne árnyékolja be közlekedési balesetben sérült családtag vagy esetleg halálos áldozat az ünnepet. A román és a magyar rendőrség figyelemfelhívó szórólapokat is készített. Ezeket kedd reggeltől valamennyi magyar és román állampolgár megkapja, aki valamelyik közúti határátkelő helyen átlépi az államhatárt. A szórólapok tartalmazzák a román és a magyar közlekedési szabályok legfontosabb tudnivalóit. Mind a két ország készített szórólapot, ami segíti a gépjárművezetőket a közlekedési szabályok betartásában, de több információt meg lehet tudni a rendőrség és a konzulátus weboldaláról is. A közös munkával szeretnénk hatásosabbá tenni az ellenőrzéseket. A súlyos balesetek elkerülése érdekében mindenkit figyelmeztessünk a magyar és a román KRESZ szabályokra. A rendőri vezetők azt is hangsúlyozták, a két rendőrség kifejezetten azért működik együtt ebben az időszakban, hogy a karácsony békéjét minden román és magyar család számára biztosítsák. Az Ukrajnából érkező tehervonatokon több alkalommal is vasércbe rejtett cigarettát találtak a pénzügyőrök Eperjeskénél. Az utóbbi hetekben itt két vasúti teherszállítmányban is találtak cigarettát. Mindkét esetben vasérc alá rejtették a dohányárut. Az egyik alkalommal több mint 7 millió forint, majd később mintegy 3,5 millió forint értékű csempész áru került elő a tehervonatokból. Rejtekhelyként a vagonok alján lévő ürítő rekeszeket használták. A NAV munkatársai a vasércbe fél métert leásva bukkantak rá a dohányárura.
A pénzügyőrök a több mint 10 000 doboz cigarettát lefoglalták, és ismeretlen elkövető ellen feljelentést tettek költségvetési csalás miatt. Két személygépkocsi ütközött Nyíregyházán a Kossuth utcai és Ferenc körúti csomópontban szerda délelőtt. Az egyik jármű a város felől hajtott Sóstó irányába, amikor a kereszteződésben jobbról nekiütközött egy másik, a körúton zöld hullámban haladó gépkocsi. A balesetet követően a mentők egy személyt szállítottak kórházba. Az anyagi kár jelentős, a felelősség kérdését a rendőrség eljárás keretében vizsgálja. Véget ért az értékes barangolás elnevezésű vetélkedő. A versenyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság és a Vidékkincse Egyesület szervezte. Céljuk a nemzeti és helyi értékek népszerűsítése volt a diákok körében. A Szabolcsban szervezett döntőn az általános iskoláknál a Tiszaszalkai Berekkincsei csapat, a középiskoláknál a Záhonyi Kandó falu nevű csapat lett a győztes. Tavaly már szerveztek értékes barangolás vetélkedőt, ennek népszerűsége eredményezte az idei folytatást. A döntőt Szabolcsban szervezték szerdán, ahol hat csapat mérte össze tudását. Eddig minden feladatot tudtunk, jól tudtunk teljesíteni. Tetszettek a feladatok, nem voltak túl nehezek, de túl könnyűek sem. A zsűri is megdicsérte a diákokat, a teszten mindenki jól szerepelt. Egyedül a vaktérképes tudásokon lenne még mit javítani. A vetélkedő célja a nemzeti és a helyi értékek népszerűsítése a fiatal generáció körében. Nagyon széles a feladatoknak a spektruma, hiszen itt értékről van szó, értéktárról, érték megőrzésről, úgyhogy tulajdonképpen a bemutatkozás az úgy történt, hogy minden csapat elmondta, hogy ő honnan jött, ő mit ajánlana értékként a megyei értéktárba, és hála Istennek olyan jó első érzéssel fogadtuk, hogy olyan dolgokat is javasoltak, amelyekre mellett mi úgy véletlenül el is mentünk. Így például a Tisza Adonyi Kecskesajt vagy a Tomcsányi Kastély akár már a héten az értéktárbizottság elé kerülhet. Teljesen megdöbbentem, amikor olvastam a javaslatokat, hiszen olyan javaslatok jöttek be hozzánk, és olyan minőségben, amelyekre egyrészt mi még nem gondoltunk, nem csak mi a megyében még eddig senki. Másrészt pedig valóban úgy lettek kidolgozva, hogy ezek nyugodtan be tudnak menni az értéktárbizottság döntéshozói asztala mögé is, és mivel hogy pénteken két nap múlva lesz bizottsági ülésünk, az utolsó bizottsági ülés, ezeket mindenképpen be is fogjuk vinni. A három általános iskolás csapat közül végül a Tiszaszalkai Berekkincse csapat nyert. A középiskolásoknál pedig a Záhonyi Kandó falu csapat bizonyult a legjobbnak. A vetélkedő döntőjét a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium műsora is színesítette. 2500 darabbal több bérletet adtak el idén az előző évhez képest a Móricz Zsigmond Színházban. Az új bérlet tulajdonosok között egyre többen vannak fiatalabbak, ami kiemelten fontos a teátrum számára. Főleg nekik kedvez a vidám bérlet lehetősége, amelyből 200 darab már az első hetekben elkelt. A színház nettó jegybevétele így 30%-kal nőtt tavalyhoz képest. Erről, a Vidor Fesztiválról, valamint a sport és kultúra kapcsolatáról tartottak szerdán sajtótájékoztatót a színházban. Sikeres évet tudhat maga mögött a Móricz Zsigmond Színház. A teátrumban idén 2505-tel emelkedett a bérlet tulajdonosok száma tavalyhoz képest. Az úgynevezett vidám bérletből is eladtak már 200 darabot, ami még tovább növelte a bérlettel rendelkezők számát. A társulat idén 450 előadást játszott, 71-jel többet, mint az elmúlt évben. Ha összességében hasonlítjuk össze a 16-os évet a 17-es évvel, akkor is mindenképpen elmondható, hogy a 84.500-as nézőszám 101.000-re való emelkedése 20%, ez tényleg számomra is meglepően magas szám. A jegybevétel is emelkedett a 2016-os évhez képest közel 30%-kal, hangzott el a sajtótájékoztatón. A Magyar Fesztivál Szövetség elvárásainak megfelelve idén minősített fesztivál lett a Vidor. Az elismeréssel együtt pedig megkapta a színház az ezt igazoló logó használati jogát is. A fesztivál ezzel bekerült abba az elit csoportba, ami a legmagasabban jegyzett fesztiválokat foglalja egy csoportba. Itt természetesen a színvonal, a fellépők színvonala, maga a fesztiválnak a
minősége, illetve az újítások, azok a dolgok, amik abba az irányba mutatnak, hogy folyamatosan megindul a fesztivál, ezt foglalja össze. Az igazgató bejelentette azt is, hogy megújították az együttműködési megállapodásukat a Nyíregyházi Sportcentrummal, így az idei évadra bérlettel rendelkezők ezentúl újra 50% kedvezményre jogosultak, az NB1 B osztályú felnőtt férfi kosárlabda csapat, valamint az NB1 osztályú felnőtt női röplabda csapat hazai mérkőzéseinek jegyáraiból. Több mint 300 néptáncos közreműködésével szervez karácsonyi gálaműsort a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola december 14-én. Az intézmény büszke lehet növendékeire, többen is szerepelnek ugyanis a Fölszállott a Páva című országos tehetségkutató műsorban. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola idén első alkalommal rendez karácsonyi gálaműsort Körösi körül aranycsipke címmel. A két órás produkcióban több száz gyermek vesz részt. A művészek együttműködése nem csak iskolán és az országhatáron belül, hanem azon túl is megjelenik, tette hozzá Demarcsik Györgyné, a művészeti iskola igazgatója. Lesz olyan pillanat több is, ahol mind a 300 vagy több mint 300 gyerek részese lesz egy-egy produkciónak. Lesznek természetesen csendesebb, kamara jellegű produkciók is, hiszen a nézőt nem lehet sokkolni itt ezzel a temérdek szereplővel. Tehát egy izgalmasan szerkesztett műsor lesz, amiben azért az irodalom is szépen meg fog jelenni. Tehát a gondolatisága, az évszakok váltakozása, illetve az a hagyomány, amely kötődik az évszakokhoz, meg fog mutatkozni táncban, prózában és hangulatban pedig a képekben. A művészeti iskola okkal lehet büszke volt növendékeire. Krúz Hedő Laura és Demarcsik Dániel, valamint a Nyírségtánc Együttes is a Fölszállott a Páva tehetségkutató műsorának középdöntőjébe jutott. Így december 15-én és december 22-én szurkolhatunk a Szabolcs megyei táncosoknak. Mindkettőnknek nagyon erős ellenfeleik vannak, nekünk három másik néptánc együttessel kell majd versenyezni, tehát ott négy tánctársulat lesz ebben a második középdöntőben, a Daniéknak pedig két másikkal, tehát ők hárman lesznek. Hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a továbbjutás, de ha mégsem, tehát hogyha a zsűri úgy dönt, hogy nem ők, vagy nem a Nyírség tánc együttes jut tovább, ezúttal már lehet szavazni is, tehát itt nem a zsűri elnök szabad kártyájával lehet tovább jutni egy-egy produkciónak középdöntőnként, hanem várjuk a közönség szavazatokat is. Szeretnénk, hogyha ha nem jutunk tovább, hogy nagy összefogás lenne itt a városban, megyében, ez ügyben is. Dávid és Laura szatmári cigánytáncot, párosbotolót és cigánycsárdát, a Nyírségtánc együttes pedig szatmári magyar táncokat mutat be a közönségnek a Fölszállott a Páva című műsorban. Nem sikerült a bravúr a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata számára a CEV kupa 8-at döntőjébe jutását rendezett párharc első mérkőzésén. A nyírségiek három szedben szenvedtek vereséget a belga Asterix Avo Beveren együttesétől kedd este a Continental Arénában. Igazi nagy ágyú látogatott a Continental Arénába kedd este a női röplabda CEV kupa 8-at döntőjének első felvonásán. A Fátum ellenfele az Asterix ugyanis két évtizede állandó szereplő a nemzetközi porondon, a mostani idényben pedig még az előző fordulóban a Bajnokok Ligájában szerepeltek, ahonnan a holland bajnok ejtette ki őket. Az sem mellékes, hogy belga bajnokként négy válogatott játékossal a keretben érkezett Nyíregyházára az Asterix. Így egyértelműen a belgák számítottak a találkozó esélyeseinek, hiába menetel a Nyírség gárda ebben a szezonban, legutóbbi hét tét mérkőzését Zsinórban megnyerve. A jó formát erre a meccsre is próbálták átmenteni a nyíregyházi lányok, rögtön az első szedben meg is lepték a belgákat. 3-1-es vezetés után aztán 6-6-ig, majd 11-11-ig közel fej-fej mellett lépkedtek előre pontokban a csapatok. Ezt követően sikerült ellépni az Asterixnek. 14-17, 17-21 is volt az állás, bár néha a Fátum feljött egy pontra. Végül a belgák 25-18-ra nyerték az első szettet. A második játszma elejét az Asterix nyomta meg jobban, 7-2-re húzott el, de ismét nagy erőket mozgósított Várdez vezetésével a Nyíregyháza, 9-8-ra fel is zárkóztak. A belgák azonban pontos támadásaikkal és nagyszerű blokkjaikkal ismét nagyobb előnyre tettek szert, 21-16 is volt már a különbség, az 5 pont aztán 7-re nőtt a végére, 25-18-ra a második játszmában is az Asterix bizonyult jobbnak. A Fátum a harmadik szedben sem adta fel, meglepte ismét ellenfelét. Előbb 3-1-re, majd 3-3 után 6-4-re vezetett, de a belgáknak nem csak az egyenlítés jött össze, hanem a vezetés megszerzése is, és 8-7-re fordítottak.
A két gárda közül egyik sem tudott igazán ellépni ellenfelétől jó ideig, majd az Asterixnek mégis sikerült tetemesebb előnyre szert tennie, 5 ponttal 16-11-re mentek. Ezt tovább növelték 7 pontra, előbb 24-14 volt az állás, majd a harmadik játszmát is az előző kettőhöz hasonlóan 25-18-ra nyerték a belgák. A Nyíregyházát a vereség ellenére nem érheti szemrehányás. Végig próbáltak lépést tartani jóval erősebb ellenfelükkel szemben, sokszor sikerült meg is lepniük őket, és nem csak több pontos hátrányukat dolgozták le folyamatosan, hanem több esetben az előny is náluk volt. A mérkőzésen azonban végül kijött a két együttes közötti különbség, és megérdemelten nyerte 3-0-ra a találkozót az Asterix. Minden esetre, aki kilátogatott, egy magas színvonalú, izgalmas mérkőzést láthatott. Visszavágó január 10-én Belgiumban, ahol egy igen kemény mérkőzés vár a Fátumra, kisebb fajta csodára lenne szüksége a nyíregyházi lányoknak a továbbjutás kiharcolásához. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Idén Európában a megszokottnál 30%-kal kevesebb alma termett, a fagykárok azonban a hazai termést nem tizedelték meg. Egyre kevesebb azonban az alma termő terület Magyarországon. Az elmúlt 15 évben 40 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent. Az érdekvédelmi szervezetnél attól tartanak, hogyha a tendencia folytatódik, akkor alma importra szorulhat a hazai piac. Elkezdődött a közel 250 millió forintos óvodafejlesztési projekt Vásárosnaményban. Ennek köszönhetően két csoport és egy logopédiai szobával, illetve tornateremmel és egy orvosi helyiséggel is bővül a vásárosnaményi hétszínvirág óvoda. A településen nagy az igény a beruházásra, jelenleg is 15 gyermek várakozik férőhelyre. Megkezdődött a felkészülés az ünnepi forgalomra a román-magyar határon. A gyakran használt tranzit útvonalakat közös közlekedési ellenőrzésekkel próbálják biztonságossá tenni. Az ellenőrzések célja, hogy azokat a járművezetőket, akik mások életét kockáztatva közlekednek, kiszűrjék a közlekedési forgalomból. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 13-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel, hóval. A Kárpát-medence térségében délies áramlással nedvesebb, átmenetileg enyhébb levegő érkezik. Az előttünk álló éjszaka elején erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől csökken a felhőzet. Éjszaka alacsony szintű felhőzet képződik, kezdetben néhol eső előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. Hajnalban helyenként újabb esőre, havas esőre, havazásra lehet számítani. A változó irányú szél mérsékelt marad, majd éjszaka a déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, elszórtan eső várható, de délelőtt néhol havas eső, havazás is előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. Péntektől általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Leghamarabb vasárnaptól számíthatunk hosszabb, röviden napsütéses időszakra. Szombat estig több felé, illetve több alkalommal számítani kell esőre, a hegyekben havas esőre, hóra. Összességében sokfelé várható kiadós csapadék. A jövő hét elején változóan felhős lesz az ég, néhol havazás előfordulhat. A hétvégén több fokkal visszaesik a hőmérséklet.